Morning. Today, I would like to think a little bit about joy. Ma az örömről szeretnék gondolkodni veletek, és a humorérzékről. Úgyhogy ez a vers, amit szeretnék olvasni, a példabeszédek 17-22, igen, a 22. vers. A vidám elme jó orvosságú szolgál, de a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Egy örvendező szív. Sokan tudjátok, hogy egy nagyon vidám csapattal voltunk együtt évtizedeken át Kelet-Európában, és egy nagyszerű csapat volt ott. És megtanultuk, hogy hogyan nevessünk, és hogyan nevessünk magunkon, meg az életen. Különböző fajta nevetések vannak. Van, hogy nevetünk másokon. Lehet bolondosan rosszul nevetni. Efézus 5 beszél a trágárságról. De elérhetünk egy helyre, ahol fölismerjük az életnek a ritmusát és a humoros dolgokat, a nevetséges dolgokat, és értékeljük azokat, és szabadok vagyunk. És szabadok vagyunk arra, hogy magunkon is nevessünk. És van itt néhány idézet ebben a könyvben. Martin Luther mondta, kevésbé akarnék a mennybe menni, ha nem tudnám, hogy Isten érti a viccet. Aztán George MacDonald azt mondja, az a lélek, amelyik nem mer Isten jelenlétében nevetni. Ez egy másik, te neves magadon, mielőtt bárki más nevethetne rajtad. Ez érdekes. Aztán egy másik. A humorérzék az, ami egy egyensúlyt ad a lépéseinknek, amit az élet kötelén egyensúlyozunk. Aztán a humor soha nem fog semmit elpusztítani, ami valódi. Ez jó. Humor soha nem fog semmit pusztítani, ami valódi. Pastor Chris Moore és én a Kelet-Európában töltött időnkben volt, hogy el akartunk érni egy vonatot, és tudtuk, hogy ezen a bizonyos állomáson nem fog megállni, csak meg lelassítani, és elhatároztuk, hogy le fogunk ugrani róla. És Pastor Chris leugrott, és így meggurult egyet a hátizsákjával, és aztán végül megállt a vonat. Ő el tudja mesélni ezt a történetet. És nevet rajta. És saját magán. És ez nagyszerű. Tehát a humor soha nem fog semmit elpusztítani, ami valódi. E. Stanley Jones egy misszionárus volt Indiában, és elmesélő itt néhány történetet. Egy történet, amikor egy nagyon egy vonaton volt, ami teljesen tele volt, és nem volt víz a WC-ben. És teljesen tele volt a vonat. És azt mondja, nem volt víz a WC-ben, és a megállóban sem kaptam, de meg kellett volna borotválkoznom. Úgyhogy megláttam a termoszomat, amiben csirkeleves volt, amit egy misszionárustól kaptam előző este, mielőtt elindultam. Megborotválkozhatnék a csirkelevessel?
A leves meleg volt és folyékony, így vettem belőle egy kicsit, és benedvesítettem az arcomat. Működött. Megborult válkoztam a csirkelevessel, a maradékot pedig megittem, kettős célt szolgált. Nevettem magamon, miközben elvégeztem a műveletet. Mindeközben a körülményeim nem voltak éppen nevetségesek. Ha a vonatot megbombázták volna, mozdony levált volna, és az utasoknak a mezőre kellett volna menekülniük. Ez a Japánban, akkor voltam, amikor Japánban három háború volt Kínával. De a nevetés mindezek ellenére volt. Kedves férfi társaim, meg tudtak borotválkozni csirkelevessel, ha kell. Tehát nevethetünk magakon, aztán itt egy másik történet. Nagyon jó. Találkoztam egy ápolóval Kanadában, aki irracionális módon félt a teapartiktól és attól, hogy leejti a teljes csészéjét mindenki szeme láttára. Az ettől való félelme miatt megváltoztatta a tervét, hogy egy hittanár legyen, és ápoló lett. Tehát ápolóként ezt nem kellett tennie. Mikor egy teapartit rendeztek, azt mondtam neki, tudod, mit fogunk csinálni? Te és én elmegyünk, és mindketten leejtjük a teás csészénket. A hölgy erre majdnem pánikba esett, annyira megijedt. Elmentem a partira, de ő nem volt ott. De az utolsó 5 percben bejött, és nekem háttal megállt. Úgyhogy oda mentem hozzá, kivettem a kezéből a csészét, és mindenki szeme láttára leejtette. Ahelyett, hogy beápánikolt volna, hátralépett, és elkezdett velem nevetni. Ez a nevetés megtörte a félelmét. És ettől a pillanattól fogva szabad volt. Annyira szabad, hogy nagyon vonzóvá vált, és hozzáment egy miniszterhez. Azóta várakozással és örömmel megy a partikra. Ez egy gyors műtét volt, de sikeres. És azóta is mindig nevetünk rajta, amikor találkozunk. De azt hiszem, hogy értitek, hogy mit akarok mondani. Hogy magunkon nevetni. És tudjuk, hogy mélyen, amikor csak egyedül is vagyunk, gondolkozunk dolgokra, amik történtek, és nevethetünk magunkon, mert szabadok vagyunk. A lelkiismeretünk, nincs lelkiismeret furdalásunk. Nevethetünk olyanokon is, amikor mások nem értik, hogy mi történik igazából. Mi pedig fel tudjuk ismerni ezeket a vicces dolgokat. És ez megmutatja azt az örömet, ami már ott van a szívünkben. Pászor Mati, Hannele, Éja, és én, amikor így néha együtt összejövünk, és sztorizgatunk, Pászor Geri és Keti, sokan, így barátokként megvannak ezek a kis történeteink. Egyszer Pastor Teplov és én voltunk Moszkvában, és hát történt egy hiba. A reptérre vitt éppen, és két nagy reptér van, egy délen, a másik pedig éjszakon. És ott voltam néhány napig, és fölemlegettük ezt a történetet. Pastor Dwayne George-ról, ő mesél mindig Afrikáról. Készítettek egy vacsorát, ilyen ünnepség volt. A gyülekezet számára valami 200 ember volt ott, és egy nagy kondér ételt csináltak, és szolgálták föl, és aztán még több ember jött. És aztán látták, hogy mennyi az étel, és akkor Pastor Dwayne azt mondta annak, aki osztotta az ételt, csak oszd,
és ne nézz bele az edénybe. Ne nézz be bele az edénybe. Úgyhogy ez a személy csak osztotta, merőkanállal osztotta, és nem nézett bele az edénybe. Úgyhogy jó nem nézni, hogy mennyink van, hanem csak így adni. És erről, hogy beszélgettünk, közösségben voltunk az autóban, persze a teplóval. Aztán ez volt az utam végén. És aztán rájöttünk, hogy a rossz reptérre mentünk. Azt hiszem, hogy a déli reptérre mentünk az északi helyet, vagy fordítva. És ahogy így mentünk az autóval, mondtuk, hogy ne nézz be az edénybe. Hogyha Isten akarja, hogy elérjem a repülőmet, akkor el fogom érni. Úgyhogy csak vezettünk, nevettünk, mentünk, és rájöttünk, hogy a rossz reptérre mentünk. Megérkeztünk, és rájöttünk, hogy rossz helyen vagyunk. De azt mondtuk, ne nézzünk az edénybe, csak menjünk el a másik reptér, és meglátjuk, mi történik. Úgy csak közösségben voltunk, és szabadok voltunk. És ez egy nagyszerű dolog, nem stresszelni, nem félni semmitől, hanem hitben járni, és örömmel lenni. Azt hiszem, hogy az élet nyomásai el akarják lopni ezt az örömet tőlünk. De aztán, ha rájövünk, hogy miről szól az élet, akkor van egy nagyobb kapacitásunk az örömre, és humorérzékünk van. És Stanley Jones mesél el még egy történetet egy tolmácsról. Ez nagyon vicces. Azt mondja, hogy Észak-Indiában egy olyan nyelvre fordították a beszédemet, amit nem ismertem, tamére, és használtam egy olyan szlenget, amit nem kellett volna. A tolmács szó szerint lefordította. Mikor azt mondtam egy hölgyről, hogy halálra csikizték, a tolmács így fordította, addig vakarták, amíg meg nem halt. Nem tudom biztosan, hogyan támad fel a nő a történetben, de én nem tudtam, mi volt a baj, míg a végén el nem mesélték. Hogy a tolmácsolás, utazások, történetek az életben, amik történnek itt velünk Baltimore-ban. Legyenek nyitva a szemeim, és csak így élvesd a dolgokat. Szeretem a gyerekeket, és a kiskutyákat, az embereket, ahogy sétálnak. Most itt van az a járvány körülöttünk, de ez egy jó alkalom, hogy élvezzük, amit Isten e közben tesz. Ő azt mondta, mindenkor örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Nem annak van az ideje, hogy savanyúak legyünk, meg kritikusak, meg boldogtalanok, meg aggódóak, meg negatívak. Itt az ideje, hogy örvendezzünk az Úrban, a Zsoltárok 81 szerint. Nekünk van egy üzenetünk, ami a szabadságról, meg az örömről, meg a célról. Azt hiszem, hogy ahogy öregszünk, van egy humorérzékünk, és egy képességünk, hogy lássuk, mi van körülöttünk, és az gazdagabb, és mélyebb, és jobb. Ahogy egyre őszebbek leszünk, úgy leszünk egyre vígabbak, ahogy őszülünk, úgy leszünk egyre boldogabbak. Hogy öregszünk, minden okunk megvan arra a világon, hogy milyen élvezzük a körülöttünk levő világot. Tudjátok, ezek az emberek misszionárusok voltak Japánban, és ott volt, volt egy értékes darab szalonna, és a misszionárusok nagyon izgatottak voltak. Ez a háború idején volt. Ezt is Stanley Jones mesél ezt a történetet. És fogták ezt a szalonnát, és elkezdték sütni, és olyan jó volt az illat, és annyira izgatottak voltak. Aztán valaki csöngetett, és percre elvonódott a figyelmük, és mire visszajöttek, a szalonna összeégett.
és minden, amit tenni tudtak, hadd nézzem, mit is mondott ez a kislány. A kislány azt mondta, ne vessünk egy jót. Ránéztek a szalonnára, és a kislány azt mondta, ne vessünk egy jót. És ez a kislány jut eszembe sok helyzetben, amikor csapások érnek, és a fülembe súgja, ne vessünk egy jót. Úgyhogy levessünk egy jót ma. Dicsérjük Istent mindenért, amit adott nekünk, és engedjük, hogy adjon nekünk megértést arról, hogy milyen csodálatos ez a világ, amiben élünk, és élvezzük ki azt maximálisan. Úgyhogy ez jó. Isten áldjon titeket. Jézus nevében. Amen.